Továbbra is hibátlan tavasszal a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1B keleti csoportjában legutóbbi két idegenbeli meccsét is magabiztosan nyerte a Rácz Sándor által irányított együttes. Nyíradonyban 16 góllal 37-21-re, Füzesabonyban pedig 15 góllal 36-21-re nyertek lévaiék. A szakmai igazgató szerint a jó szereplésben jelentő szerepe van annak, hogy kezd összeérni a csapat. Több összetevős ez a dolog, egyrészt mélyebb kondicionális munkát végeztünk, a másik kezdenek kialakulni azok a rendszerek a támadó és védő ami az általam megálmodott modellnek a vázát jelenti, és hát úgy gondolom, hogy azok a hullámvölgyek, amik eddig mindig bebeütöttek, talán egyre kevesebbet jelennek meg. A kisvárdai Káci újanszként vágott neki a szezonnak, mivel azonban már 9 meccs óta veretlen a csapat, úgyhogy közben 7 alkalommal győzött, módosultak az eredeti célok. Én az utolsó mérkőzés értékelésnél tettem egy olyan mondatot a csapat előtt, hogy míg a nyár közepén az volt a fő célunk, hogy egy nyugodt bemaradás, akkor itt cseréljünk fogalmakat. Legyen egy izgalmas és egy dobogóra kerülés. Tehát, hogyha az öltözőbe újabb szlogent vagy célkitűzés kellene felén, akkor legyen ez. Nyilván, hogy egy irális cél az mindig megrokkantja vagy összeroppantja a csapatot, én úgy gondolom, hogy a szakmai vázunk megvan. Hogy mentálisan hogy fogjuk tudni elviselni a hátralévő és egyre nehezebb feladatokat, az rajtunk is múlik. Tehát megvannak nekünk a hétköznap minden nemű és szférájú problémái. Mikrosérülés, egyetemi főiskola elfoglaltság, egy kicsit feszített tempóban ugye másként viselik el a, feladathelyzeteket, társas kapcsolatok megfáradnak, egy kicsit megromlanak. Ezeket mind kell kezelni, nem is könnyű ez a dolog. Annak érdekében ténykedünk, hogy itt valahol a mindenkori hétvégén látható céljainkra kihegyezzük magunkat. A tabella élén az Egri Eszterházi Főiskola csapat áll 31 ponttal, megelőzve a 28 pontos Kispestet és a 27 pontos Kisvárdát. A Rácz Sándor együttes a szombaton 16 órakor az őrkénkázi csapatát fogadja a városi sportcsarnokban.